Köszönöm szépen, az úr áldjon meg titeket. Nagyon örülök, hogy ennyi embert látok itt a mai napon, mert lehet, hogy még nem tudjátok, de a mai napon is megváltozhat az életetek. Az az igazság, hogy akkor, amikor azt hiszed, hogy vége, sokszor akkor kezdődik el. Én kimentem külföldre egy Erasmus nevű csereprogram keretében, és előtte nagyon dobzódó életet éltem mint egy igazi fiú. Én a number one világi voltam körülbelül, elől a sorban. Szerettem, hogyha figyeltek rám, szerettem, hogyha kihívtam az embereknek az elismerését, szerettem első lenni, versenyezni a többiekkel, szerettem azt, hogyha felemeltek engem mások felé, és szerettem azt is, hogyha megdicsértek, és abból éltem, hogy az emberek hogy töltöttek be engem. Jó napjaim voltak akkor, amikor mások szerettek, viszont rossz napjaim voltak akkor, amikor nem vettek észre annyira. És az az igazság a világgal kapcsolatban, hogy a jónak az ellentéte nem a rossz, hanem a jónak látszó rossz. Ami azt jelenti, hogy a világtól fogsz kapni boldogságot. Nem igaz, hogy nem kapsz tőle boldogságot. És az sem igaz, hogy nem kapsz tőle békességet, mert a világnak is van egy bizonyos békessége, de az idéglenes. És a világi boldogs boldogság is idéglenes. Azért, mert a sátán mindig benyújtja a számlát. Nekem azt mondta minden magas pontomnál, engem egyébként nagyon optimista lánynak ismernek, aki mindig mosolyog és mindig szeretettel fordul mások felé. Csak azt nem látták, hogy amikor jött be a számla, hogy az hogy nézett ki. Azt csak a párom látta, amikor ketten voltunk otthon. És amikor jöttek azok a gondolatok, hogy pusztítsam el magam. Mert ahogy felértem a csúcsra, jött a gonosz, és azt mondta, hogy nem most szívi, fizetni fogsz. Hogy most, hogy felértél, most jön, most jönnek azok a dolgok, hogy látod, milyen undorító voltál, hogy mások felé emelted magad, Látod, mekkora szégyen vagy, te nyertél, és még örülsz is neki. Hogy mások, me, másokat megaláztál, te felemelkedtél. És jöttek azok a dolgok, hogy igazából mindenem megvolt kívülről. Kívülről szép voltam. Nem az a veszélyes, akin látszik, hogy rossz, hanem az, akin kívül az látszik, hogy jó. És én olyan voltam, mint egy fényes, szép alma, de belül rohadtam. Tele voltam kukacsal, tele voltam gonoszsággal. lyukas volt a szívem akármennyi szeretetet szívtam el másoktól, a saját páromtól is, akihez még hűtlen is voltam, és az volt a legmélyebb pont. Hogyha a szív lyukas, mindenki folyik. Hiába próbáltam betölteni gyógyszerrel, alkohollal, cigarettával, bulikkal, a fiúk elismerésével, mert azt is szerettem. Sétáltam végig az utcán, és néztem, hogy kinek tetszem. És azt gondoltam, hogy akkor, hogyha ki vagyok festve, hogyha magas sarkuban járok, hogyha rajtam van a legszebb ruhám, akkor értékes vagyok. Hogy akkor értékes vagyok, amikor mosolyognak rám, amikor kattognak a fotók, amikor a kamerák előtt vagyok, mosolygok, és azt mutatom, hogy minden rendben. De hazamegyek, és azon gondolkozom, hogy beteszem a hajszárítót a vízbe, és hogy öljem meg magam, mert nem bírok magamra nézni. Mert nem tudok tükörbe nézni többet azért, amiket tettem. És Olaszországba kimentem, Mindent megpróbáltam az életemben. Kezdődött testi szinten, egészséges életmód, edzés. Nagyon sok mindent csináltam, rengeteget tudok az egészséges táplálkozásról és életmódról. Aztán léptem a lelki szintre, mert a testi szinten igazából voltak evési problémáim, falánk voltam nagyon, édességbe folytottam a bánatomat rengetegszer, teleettem magam, utána hánytattam magam, sokszor nem is tudtak róla, ez megmaradt nekem, utána pedig túledzettem magam is, aggódtam azon, hogyha egy nap nem mentem el futni, mert azt hittem, hogy kövér leszek. És tudtam, hogy ha kövér leszek, akkor elveszítem a világ elismerését. Ezért edzettem. Aztán elmentem pszichológusokhoz, és ideig óráig tudtak segíteni, minden tiszteletem a pszichológusoknak egyébként, mert azért teszik le az életüket, hogy az embereknek segítsenek. De vannak dolgok, amik nem a lélek erednek, hanem a szellemből. Ha démonok gyötörnek, bármennyire szeretnének neked segíteni, nem biztos, hogy tudnak. És nagyon sokat tanultam például az egyik pszichológusomtól, hogy a gondolatok megváltoztatása az fontos. És igazából tényleg, tényleg ezek igazak. Utána úgy éreztem, hogy nem haladok elég gyorsan, türelmetlen voltam. Meg akartam gyógyulni, és meg voltam róla győződve, hogy beteg vagyok, hogy beteg az elmém. Aztán átléptem a spiritualitás szintjére, és akkor jött az okultizmus. Akkor kezdtem azzal foglalkozni, hogy hogy tudok a pozitív energiák, az univerzum energiái. A Tarotkártya a kristályok segítségével, a talizmánokkal, a meditációkkal, földanya és a keleti vallásokkal, a misztériummal, horoszkóppal, numerológiával, hogy tudom kiszámítani, hogy milyenek az emberek, hogy, lássak, hogy lássam, hogy milyenek az emberek, hogy kivel, hogy viselkedjek. És elkezdtem jogázni is, nem voltam túlságosan benne, de ez adott nekem egy ilyen pozitív buborékot amit ideig óraig tudtam tartani, de a mélypontjaimon nem tudott kihúzni. És kint, Olaszországban, azután, miután hűtlen voltam a páromhoz, tudtam, hogy ez volt az utolsó bűnöm. És hogyha, hogyha valami nem történik azonnal, akkor meg fogok halni. Mert minden nap azon gondolkodtam, hogy megölöm magam. Akármennyire megvolt mindenem, szerető családom, szerető barátaim, szerető párom, mindenem megvolt, pénzem is volt. Minden nem volt, és mégsem volt semmi. És felnéztem az égre, és ordítottam fel, hogy mindent megteszek, csak szabaduljak meg. És felhívtam a pásztoromat, a bigelt, és mai napig hálás vagyok neked, hogy akkor meghallgattál. És akkor is, amikor bejöttem, és nem vetettél ki, pedig te láttad, hogy mennyire nem veszem komolyan, hogy azt mondta, hogy kezdj el nyelveken imádkozni, csak tíz percet, Bogi, csak tíz percet nézd az Isten tiszteletet, és kezd el olvasni az igét, és vedd komolyan most már, mert ez az egyetlen út, és ez az igazság. Jézus az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak ő általa. És ha valaki ezt nem hiszi, elkárhozik. És onnantól, hogy elkezdtem hinni, onnantól, hogy ő lett az életemnek az ura, egyesével, kettesével, tízesével szabadultam a démonjaimtól, saját magamból is űztem őket, megszabadultam, akármennyire gyötört a pánik, a szorongás, a depresszió, a félelem, megszabadultam a falánkságtól, a paráznaságtól, megszabadultam a félelmeimtől. Az, hogy most itt állok, és így ezeket elmerem mondani, én egész életemben állarcokat viseltem. Egész életemben azt akartam, hogy mindenki szeressen, és mindenkinek megfeleljek. De hogyha itt ülsz, és azt gondolod, hogy itt, hogyha te kiállsz Isten mellett, mindenki szeretni fog, nem fog mindenki szeretni. Akkor fog mindenki szeretni, hogyha úgy viselkedsz, ahogy mindenkinek jó. Hogyha nem, nem vállalod fel Jézus nevét. Mert ha azt mondod, én Jézusban hiszek, meg fognak botránkozni. És készülj fel arra, hogy ki fognak nevetni, hogy ki fognak gúnyolni, hogy azt fogják mondani, hogy bolond vagy. Azt fogják mondani, hogy börtönben élsz, hogy megőrültél. Azt fogják mondani, hogy te vagy az, aki megkergült azt fogják mondani a gyülekezetedre, hogy idióták. Azt fogják mondani, hogy szégyeld magad. És olyan normális voltál, mi történt veled. És tisztában vagyok vele, hogy rám is ezt fogják mondani. De a világban, a világban is volt, aki rosszat mondott rólam. De ott senki nem vigasztalt meg. Ha itt mondanak rosszat rólam, Jézus meg fog vigasztalni, mert Isten mindig velem van és velem lesz. Köszönöm.